Hello, sziasztok, Ovon XDM, a 1041-es multiméter, a kis picúr. Megmutatom, hogyan lehet kalibrálni. Igen, kalibrálni nem, nem csak egyszerűen megnézni mennyi csal, hogyan lehet kalibrálni, mert ha megnéz, most egy nagyon stabil 3 voltot kap. Ugye látszanak ott a műszereken. Ott a kimenet. Mindjárt leteszem fixre. Csak még egyszer végmutatom, hogy eh, elég, eléggé elég csalósan Miért? Ja, most ezt, az, ezt a pontosan három voltat, ami pontosan három volt, ezt szépen be fogjuk kalibrálni, hogy annyit is írjon ki. Elsőre, hogy hogy lépsz be a Kalib menübe, Utility, a Match fel, Range le. És itt már benn is vagy a Kalib menübe, ahol ki kell választanod, hát természetesen a Debugot, a hibaelhárítás és ebben benn is vagy itt vannak ez a, ez a szám, ahova át kell menned és elállítanod, a, ez egy koeficient, koe kicsit, ki -e tudom ejteni. Szóval ez egy, olyan, ez egy, ilyen beállított érték, ami egy, egy, eltérés, vagy minek mondjam, egy delta, ami úgymond olyan, mintha királelnél valamit, de nem a nullájával volt gond, hanem egyszerűen nem jó mér, ugye az ki van nyomva, 5 voltos mérés határba vagy. Na most hogyan mész tovább? Szóval ahhoz, hogy átmenj, ezt az érót azt hagyd békén ide a koefficiensbe, megnyomod a range-et, itt most még elég nagyot tudsz elállítani, és a felfelé-lefelé nyillal tudsz változtatni. Értem szerint, hogy meg, hogy min van. Az enyém ugye 102 92, 0, 0 ha ez mond is valamit, vagy 1029 200-on, szóval azt jegyez meg azt a számot, ami, ami ott van, hogy vissza tud állítani, ha netán el akarod rontani. De, na, szóval most akkor menjünk fölfele nyilla. Látod, ez egy kicsit túl sok állítás volt, akkor lefele nyíl. Ugye három voltra kell bemenned, hogy elébb gyere, a duállal tudsz arrébb menni, ha jól tudom. Azzal tudsz véglépkedni, hogy melyiket állítod. Most egy tizedessel arrébb vagyunk. Na még egyet föl. Nyomkodom a fölfele nyilat. Még egyszer. Még egyszer. Szerintem itt lesz a halálpontos. Most lehet, hogy átcsordultunk. Akkor... Opa! Jaj, a ranger nem azt csinálod. A duált kell nyomnod. Ide. És lejjebb jössz. Lejjebb jössz. És közben nézem a flúkot, ami már 9998-at ír, szóval oda kéne állnunk. A flúkhoz kéne beállnunk. Menjünk csak le, ez az. Ez, ezt írja a flúk műszerünk, 29998-at. És így most mind a kettő teljesen ugyanazt mutatja. Aztán a tripodról így látjátok a flúkot, nem franc bele. Így látod a flókot, 29998, és most ő is azt mutatja. Szóval eddig jó a beállításod, hogy ezt elmentsd, a match gombot megnyomod, és akkor innettől kezdve ő már jót fog mérni, Kalibrátod. Ezt az egy tartományt, hogyha másik tartományba akarsz kalibrálni, akkor azt neki nagyobb feszkót, mondjuk át kéne mennünk egy, egy 10 voltra. Ja, manuálba vagyunk. Range Auto, az 50 voltosat állítsuk. Látod, hogy itt is gebasz van. Mindjárt beállítunk egy pontos 10 voltot. Megvárjuk, amíg a flux szépen odalép, de a 10 voltra. Azt nem itt lesz. Ez így jó. Mutatom, mi a baj hogy ez 10,001, és hát a pontos 10 volt, és megint ugyanaz jön, jó tanulók azok már fújják fejből, utility, match fel, range le. De bug. Most bent vagy, ebbe az 50 voltos mérés határba nekem 104, 18, 14, az van odaírva. Átvegyünk oda, és ugyanúgy elkezdjük fölfelé pödörni. Először itt azért legyen meg a... Oh, ezzel már túl is léptünk, ugye a duállal tudsz arrébb menni. Ez kevés, mert a flukhoz viszonyítunk. Most teljesen ugyanazt mérjük, mint a flúk. Kicsit várunk természetesen, nézzük mind a kettőt egy darabig. És ha meg akkor megint nyomunk egy meccset. És akkor innétől kezdve pontos a műszerünk. Most ugye a kikapcsolás, bekapcsolás nem fog elhűlni, valószínű, nem tudom, hogy a boot után mennyire pontos. Azt elfelejtettem mondani, hogy ez itt nekem 48 órára, 48 órája jár ez a szett. Minden. Egy 20 fokos szobába. Szóval teljesen a lehetőségeket arra, hogy pontosítsál. Ezt legalább 24 óráig járatni kell, a 48 az a biztos. És ha így csinálod, akkor utána, amikor bekapcsolod ezt a műszert, akkor lehet, hogy nem pontos, de amikor bemelegedett, szóval egy óra múlva, de inkább egy nap múlva, mert hát eszik fél wattot, vagy egy wattot, fogalmam nincs, hogy ez járhat a műhelyedbe egész nap, akkor onnétól kezdve egy írgalmatlan pontos műszerrel rendelkezel, ezt természetesen mindenféle mérésre meg tudod csinálni ezt a kalibrációs módot. Iratkozz fel, ha hasznos volt, ha nem, nézd a többi videót is. Hello, beló.